Szabad István képviselő urat illeti a szó, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Ma Magyarországon a közjegyzőknek, a követeléskezelőknek és a végrehajtóknak nem kötelességük ellenőrizni, hogy az adott követelés elévült-e vagy sem, így akár 20-30 éve keletkezett tartozásokat is idézőjelben jogszerűen behajthatnak. Ráadásul minél tovább pihen az ügy, annál nagyobb jutalékra, illetve kamatra jogosultak, ezért érdekükben áll a rendszer fenntartása, ez elfogadhatatlan, vérlázító és méltatlan a magyar emberekkel szemben. Érdekes, hogy az adóhatóság az állami követelések behajtásánál hivatalból észleli az elévülést, de ha a bankok pénzéről van szó, szabadon mehet a kifosztás. Nem számít, hogy az emberek ezreit taszítják ezáltal nyomorba és teszik otthontalanná. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint az elévült ügyeket minden esetben le kell zárni, hogy végre megszűnjön az adósok igazságtalan kizsákmányolása és teljes kizsigerelése. Felháborító az is, hogy 2021-től az addig 60 napos árveréseket a végrehajtási törvény szakaszokra bontja. Ha nem érkezik érvényes licit, akkor szakaszonként egyre alacsonyabb kikiáltási áron tűzhetik ki az árveréseket a végrehajtók, az ingóságokat akár a becsérték 1%-ig is meghirdethetik. Na mi ez, ha nem a magyar emberek kifosztása? Ez az intézkedés nem az adósoknak kedvez, a cél sajnos az, hogy minél hamarabb és minél alacsonyabb áron befejeződjenek az árverések, ami a követelés kérőknek nem hasznos, de a végrehajtó hiénáknak annál inkább. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az állami követelések mintájára miért nem írják elő a többi követelésnél is az elévülés hivatalbeli vizsgálatát. Varga Judit lemondása után miért nem vonják vissza az általa jegyzett adósellenes törvénymódosítást, ami egyre több kilakoltatást eredményez azzal, hogy az árverezett ingóságot, illetve ingatlant az utolsó végrehajtási szakaszban töredékáron értékesítik. Várom szíves válaszát, tisztelt államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Képviselő úr, az ön felszólásában több tárgyi tévedés és jogi tévedés is volt. Ezeket nem fogom tudni mind felsorolni, mert szinte az összes mondatában volt tévedés. Kezdjük az elévüléssel. Természetesen az elévülés a végrehajtás eljárás során figyelembe vendő, akkor, ha az adós erre hivatkozik. Tehát az adós bármikor kérheti azt, hogy vegyék figyelembe, hogy elévült a követelés, ez egy végrehajtási kifogással közölhető a végrehajtóval. És amennyiben ez alapos ez a hivatkozás, akkor figyelembe veszik először is. Másodszor az ön által jelzett helyzet csak úgy állhat elő, hogy a bíróság vagy a közokiratba foglalt végrehajtható okirat tartalmazza, hogy a végrehajtási eljárás elrendelhető. Tehát vagy a bíróság döntése alapján, vagy a közjegyző előtt vállalt kötelezettsége az adósnak az, hogy vele szemben végrehajtás elrendelhető. Tehát nem a végrehajtók találják ki, hogy valakivel szemben végrehajtást kell indítani, hanem a bíróság rendeli el. Tehát a végrehajtó önkényesen nem hajthat végre sem elévült, sem érvényes követelést, csak ha a bíróság így rendelkezik. És természetesen az egész végrehajtási eljárás a bíróság törvényességi kontrollja alatt áll. A bírósághoz lehet fordulni, hogyha a végrehajtási eljárás során az adós úgy érzi, hogy vele szemben egy nem jogos követelést hajtanak végre. Tehát szeretném önt megnyugtatni, és kérem, hogy ön, ha adós választópolgárokkal áll kapcsolatban, akkor nyugtassa meg őket, hogy minden jogorvoslatot használjanak ki, és mindig jelezzék, hogyha elévült végrehajtást kívánnak velük szemben, elévült követelés iránt kívánnak végrehajtást folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!